Sziasztok! Ebben a videóban többféle lábdob és lábcint technikát fogtok látni. Először is nézzünk egy egyszerű rugást, ugye. Az valahogy így néz neki, ugye. Ezt lehet kétféleképpen, vagy len van a sarkunk, vagy nincsen. Tehát, hogyha len van, akkor így néz ki. Ez például nagyon jó jazz dobhoz, vagy hogyha szeretnénk halkabban játszani. Másik pedig ugye ez a közkedvelt verzió. Ez nagyon fontos, mert ugye itt például lehet ilyeneket csinálni, hogy lábcsúsztató technika, ez a slide technik. Az lenne a lényeg, hogy egymás után ugye kettőt gyorsan tudjunk rugni, ez például funkba, vagy punkba, vagy bizonyos metalba, vagy rockba, tehát nagyon sok helyen eszméletlenül fontos, és ugye erre mutatok most gyors rögtön egy-két variációt, aztán elmondom, hogy hogyan lehet ezt csinálni. Ugye a lényeg az lenne, hogy az első rugás kicsit hátrébb érkezzem. Tehát valahogy a pedálnak kb. A közepére, de hát lemehetünk, ameddig csak tudunk. Csak ugye itt kicsit nehezebb megrúgni, tehát itt némileg problémákat fog okozni, ha így hátrébb vagyunk. Úgyhogy itt valahol a közepe fele az első rugást. És ez kicsit úgy, hogy a sarkunk az legyen felemelve jobban. A második rugásnál pedig így érkezzen le, és menjen előre a lábunk. És utána ugye ez mindig visszamegy, tehát valahogy így. Most ezt meg lehet még segíteni úgyis, hogyha egy ilyen kis jobbra-balra kimozgást csinálunk, valahogy így. Tehát, hogy az első az valahogy vagy így érkezik, és a második az pedig kicsit így balra. Jobb, bal, jobb, bal. Vagy akár ugye szembe van, tehát rendesen így megrúgjuk, és akkor úgy megy kicsit balra a lábunk, vagy jobbra. Tehát ezeket így mindenki kénye kedve szerint ki lehet tapasztalni. Tehát valahogy így. Nagyon fontos pedálbeállítások, ugye a továbbiakban, amiket mondani szeretnék, az nagyon fontos, hogy például, amiket mutatni fogok, az ugye érdemes egyébként maxra húzott rugókat használni. Hát csak nézem közben, hogy ott a másik oldal, mint hogyha hiányozna egy alkatrész, de nem. Itt van, megvan ez is. Egy ilyen szorító cucc. Hogy nem mozduljon el. És azt ugyanezt kell azt hiszem alulra. És nem vagyok benne, biztos nem akarok hülyeséget mondani, hogy nem mozduljon el, vagy fölülre. Na mindegy, a lényeg az lenne, hogy a rugóknak az lenne a feladata, hogy ha jól meg van feszítve, és amiket én csinálok, azt nem nagyon fogjátok tudni megcsinálni olyan rugókkal, amik nincsenek megfeszítve. Tehát mutatok példát. Soha az életben nem fogjátok tudni megcsinálni, hogyha a rugók nincsenek előképp megfeszítve. Amit tudni kell erről, én kb. 3/4 feszítettségnél használom őket. Ugye ezt onnan látjuk, hogy itt mennyi hely van még. Minél lejjebb van, annál kevésbé feszes, de hát ezt úgyis érezzük, mikor beállítjuk. Ugye ez itt nem fog annyira pörögni. Ez azért fontos, mert egyrészt ugye nehezebb feszített rugókkal játszani, tehát rendesen így. Sokkal több energiát igényel, viszont ezeket az energiákat el lehet valahogy oszlatni a lábujjak fele. Tehát nem combból, nem térdből, hanem a lábujjaknál van az összpontosító erő, akármilyen erősséggel vagy gyorsasággal rugom meg.
És ugye a sarkamba és a elő a lábujjakban a kontroll végül is így előre-hátra mozgatva a lábamat. Ugye ez nagyon sok gyakorlást igényel, hogy ezek így működjenek. Na, ami még fontos, ugye az a távolság az ütőfejnek, illetve az, hogy ez ne legyen túlságosan benne ez a része. Nem tudom, mennyire látszik most így a képernyőn. Tehát, hogy ne legyen túlságosan befelé a pedálnak a feje, mert akkor valahol a lábdobnak az alját fogja érinteni, és nem lesz meg a megfelelő rugalmasság, tehát nem fog így előre-hátra rugózni, és ez problémát okozhat a játékban, illetve a dinamikában is. Meg hát ugye, amit mondtam, hogy ez a dőlési szög, ez nagyon fontos, hogy ez most nem pontosan mennyi. És nem akarok hülyeséget mondani, egy ránézésre körülbelül 45 fokos szöget zárnak be. Ezt mindenki írja meg, hogy ez így mennyire stimmel. Meg is mutatom akkor így a kamerának. Tehát így jobban látható a szög, hogy akkor ez mennyi. Az is fontos, hogy ezek legyenek egymás mellett. Tehát ne álljon fel egyik pedál felső följebb, hanem ugyanott legyenek nagyjából. Na most duplázásnál ugye három szint van, ugye szeretném, hogyha megnéznétek George Collias nevű dobost, ebben nagyon profi, én is nagyjából rengeteg mindent tőle vettem át, amiket most el fogok mondani magyarul. Ugye három lépés van. Az első, ez ugye amikor nem használjuk a bokánkat, inkább combból rúgjuk meg a dolgokat, ez így néz ki. Néha előfordulhat, hogy duplázást fogtok hallani a lábdobon, ez azért van, mert ugye úgy van beállítva a triggerelés, ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni egyelőre, mert ezt iszonyat nehéz belőni elektromos dobnál. Legalábbis nekem ugye egy a gyors tempókhoz, mert vagy túlságosan nem lesz hangja, hogyha gyorsan játszok, tehát kimaradnak hangok, vagy egy szimpla rugás, ugye, hogy rugom hatalmas rugózás alatt, tehát nem is tudom, hogy mondjam, hogy ez mi alakul itt ki, de lényegében oda préselődik a lábdobhoz a feje. erre írhattok esetleg valami ötletet, mert én majd próbáltam mindenfélét a triggernél beállítani a kompresszortól kezdve az attack time, még mindent. Na, a második szint az lenne, amikor már egy kicsit használjuk a bokánkat, de még nem annyira, tehát ez körülbelül ez a nem is tudom, ilyen, talán, hogy mondják, 120, esetleg 120-tól fölfelé, mondjuk olyan, hát 140-150-ig talán, nem is tudom igazából, mert ez is beállítástól függ, ugye, kinek milyen erős a lába, tehát ez elég összetett. Tehát ez valahogy így fog kinézni. Ugye azt is észben kell tartani, hogy van azért átmenet a kettő között, ugye nekem személy szerint például problémát okoz,
az átmenetet megoldani, például gyorsítani, lassítani. Ezeket nagyon ki kéne gyakorolnom, illetve én ezekkel egész életemben szenvedtem, amióta dobolok, amióta ezekkel foglalkozom. Tehát ezek tényleg baromi nehezek, persze ez megint egyénenként változó, tehát valakinek lehet, hogy sokkal könnyebb lesz. Na és a harmadik lépés, amit összekötetünk egy ilyen negyedik extrával, ugye a harmadik lépés az, amikor már szinte csak a bokánkat használjuk, ami abban fog kimerülni, hogy láthatólag a combunk, a térdünk az nagyjából szinte pár centin kívül semmit nem mozdul el. És ugye a negyedik szinttel ugye azt fogjuk elérni, hogy a swivel technikát, ezt a jobbra-balra csúsztatjuk a lábunkat, azt fogjuk alkalmazni közben, tehát ez lassan így néz ki, hogy... És ugye gyorsabban. Na, előre is ugrottam kicsit a negyedik lépésre. Nézzük meg akkor a harmadik lépést. Na hát itt ugye nagyon sok kontroll kell a lábakba. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ez így működik a padlón, tehát ezt képzeljétek el, hogy így kicsit felemeljétek a sarkatokat, és így fölemegy a lábatok. Lényeg, hogy felváltva. Úgy is el lehet képzelni, hogy a lábunk picit így a levegőben van, és körülbelül ez a mozgás megy. Csak ugye a pedálon teljesen más, mert ott nem ér, nem hagyja el a lábunk a pedált, tehát kicsit így ez a bokánk, ez így föllemezek, mozog. Ugye minél gyorsabb, annál kisebb és gyorsabb a mozgás, tehát gyors, kicsi és erős mozgásokra van szükség, nagyjából azt tudom elmondani. Van még egy másik technika, én ezt annyira nem szeretem, mert én ezt nem is tudom megcsinálni. Lehet pont ezért, ezt úgy hívják, hogy a heel toe. Ezzel lehet csalni, hogyha van egy olyan kiegészítőnk, amit úgy hívnak, hogy VRUK. V-R-U-K. Nem tudom, hogy ez Magyarországon, nem hiszem, hogy elérhető. Na mindegy, Amerikában biztos. A lényeg az, hogy rákötjük így a pedálnak a sarok részére, és ott van egy ilyen plusz rész, amit hogyha sarokkal megrúgunk, akkor iszonyat könnyedén ugyanazt a hatást érjük el, mint hogyha elől a lábujjainkkal rúgjuk meg a pedált, tehát így. Na, a hiltónak az a lényeg, hogy sarok-sarok lábujj, tehát. Tehát nekem ez eleve bukta azért, mert nagy lábam van. Nyilván meg lehet így is csinálni, de nem tudom, tehát... Ugye... És megint nem akarok hülyeséget mondani.
Ja igen, nálam eleve, tehát ez a pedál, ez ki van alakítva longboardá, tehát ez kicsit itt meg van hosszabbítva, ugye ez a pedál lehetővé teszi azt, hogy ezt a részt kiemeljük ide, és ennyivel hosszabbá tegyük a pedált. Tehát kis pedálokon még annyi helyünk sincs ezt megcsinálni, hogy nekem ez nem megy. Tehát az a lényeg, hogy sarok, sarok, lábúj, lábúj, sarok, sarok, lábúj, lábúj. Tehát nekem ez ilyen lófasz, magyarul. Na, nézzünk át egy kicsit a lábcínre. Itt van egy-két technika. Az első az ugye a lépés. Ez lehet úgy, hogy fenn van a sarkunk, vagy úgy, hogy lenn van, így kicsit koszosabb lesz a hangja, tehát. Pedig lépünk, így, emelt sarokkal. Ha emelt sarokkal lépünk, akkor kicsit konkrétabb, exaktabb hangja van. Itt lehet olyanokat csinálni, hogy lábcinnyítás hangot adunk. Ez úgy néz ki, hogy mondjuk így sarokkal egy megrúgjuk, és hirtelen elengedjük. Nézd meg! Ez így néz ki, tehát először a sarokkal, aztán simán. Tehát így egyszerre folyamatában két különböző hangot is el lehet érni, és ugye a harmadik lépés az a nyitás, az pedig úgy néz ki, hogy tehát pont akkor emeljük fel a lábunkat, amikor megütjük. És akkor zárunk vissza, ameddig tart az érték. Tehát mit tudom én, van mondjuk egy negyedünk, akkor negyednél megütjük, és a második negyedre már zárjuk is le. Tehát, hogy ez így hangzik, hogy egyet, kettőt, egyet, kettőt, egyet, kettőt, egyet, kettőt, egyet, kettőt, kettőt, egyet, 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 kettőt. Az nagyon fontos, hogy elektromos dobnál még jobban oda kell figyelni, hogy a nyitás és az ütés egyszerre történjen, mert az érzékelő máshogy érzékeli a hangot, amit ti is hallottátok, hogyha pontosan van megütve, akkor sokkal hangosabb, sokkal inkább akusztikushoz hasonlító hangja lehet. Na, most így hirtelen nagyjából ennyit a technikákról, így a pedállal kapcsolatban. Remélem, hogy hasznos és informatív volt. Ha bármi kérdés van, nyugodtan írjatok, mindenre igyekszem válaszolni. Na, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!